Egy törölköző alól bújik elő az állatkert legapróbb kis sünnye, a csöpség nagyjából egy hónapos lehet, egyelőre még csak macska tejpótló tápszerreleteti gondozója, ráadásul cumis üvegből. Az állatkertnek van egy mentőközpontja, ahol a szúrós aprósághoz hasonlóan árván maradt vagy sérült állatok találnak menedéket. A süni egy kertben találták, a kutya szájából szedték ki, és hát látszólag nem látszott sérülés nyoma rajta, de azonban a mozgásán lehet látni, hogy tényleg valami történhetett vele, mert szegényke minden tizedik lépésnél felborul, de úgy látjuk, hogy napról napra jobban van. A kicsivel még sokat ennivaló, de a cél az, hogy amint már szilárd táplálékon él, visszaengedjék a vadonba. Folyamatos, hát igazából nagyon ügyes ez a süni, mert hogy cümis üvegből itatom, de hogyha tálba rakok neki ki egy kis ennivalót, akkor azt is meg tudja inni, úgyhogy szerencsére éjszaka már nem kelek fel hozzá, hanem ilyen 3 óránként itatjuk, de mindig rakunk be neki egy kis tálkába tejet, és hogyha van kedve, meg szomjas, éhes, akkor azt el tudja fogadni. Szerencsére egy nagyon ügyes sünike. Megszeppenve falatozzák a kukacokat a mentőközpont kisfecskéi, ők még nem tudnak repülni. Valószínűleg kiesettek a fészekből, ezután hozták be őket az állatkertbe. Ez is egy nehéz dolog, mert amikor beérkeznek, ugye meg kell néznünk, hogy mekkora, hogy tokos-e még, hogy már van-e tollacskája, hogyha pici és tokos, akkor szinte ilyen 20 percenként kell reltetni, akkor még nem tud olyan nagy mennyiséget elfogyasztani. Utána, hogyha már tollas, akkor már elég ilyen 40-45 percenként etetni, meg próbálgatjuk azt, hogy kirakjuk nekik is a kukacokat, amivel mi átetjük őket, vagy tücsköt rakunk ki. Én szoktam fogni nekik legyet, pókot, hogy egy kicsit több mindennel találkozzanak. És igazából egyből nem tudjuk őket kiengedni, hanem meg kell tanítani őket repülni. Ez nagyon bosszantó lehet a kollégák számára, hogy kiengedem oda az öltözőbe, letakarom az ablakot, hogy ne menjenek neki, és akkor ott röpködnek benn, majd kirakjuk egy kis röpdébe, ahol még erősödik a szárnya, és utána, amikor már önállóan tud táplálkozni, akkor lehet őket kiengedni. Ezt a kis rigót nagyjából 2 hete hozták be, légmelle volt, egy kutya vagy macska szájából kerülhetett ki, a tollazata is megsérült, de már sokkal jobban van, próbálkozik a repüléssel, gyűjti a kukacokat, így hamarosan ő is visszatérhet majd a szabadba.